14. kerület Zugló polgármesterét, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves zuglóiak! Engedjék meg, hogy külön és megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a szoboravatás jelenlétével megtisztelő Boros Péter miniszterelnök urat, itt van közöttünk, tapsoljuk meg. Maruzsa Zoltánt, a Tisza István Baráti Társaság elnökét, Borbély Járnát tanácsnokot, Tűkétki László történét, a Tisza István Szoborállító Bizottság elnökét, a bizottság tagjait, Bárány Béla plébános urat, Kovács Mihály nyugalmazott esperes urat, valamint Budapest Főváros 14. kerület Zugló önkormányzat alpolgármestereit és a képviselőtestület megjelent tagjait, és természetesen önöket, kedves vendégeinket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves zuglóiak, engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem a beszédemet. Állítólag a perzsa sakk kezdi rendeleteit azzal, én vagyok a világ közepe. Legalábbis valamikor régen így hallotta. Igaz, nem igaz, nem tudom, de ha igaz, többé-kevésbé perzsa sakkok vagyunk mindannyian. Olyan szívesen gondoljuk a világ közepének magunkat. Olyan jól esik a magunk szűk látókörű, rövidlátó, gyarló személyek nézőpontjából nézni le az egész mindenségre. A teremtés urainak képzelni magunkat, és azt hinni, hogy minden a mi nagyúri lényünk kénye kedvére van rendeltetve. Olyan szívesen helyezzük önmagunkat a világ közepébe. Olyan szívesen szabadítjuk fel magunkat mindazok alól, az alkalmatlan etikai korlátok alól, amelyek akkor, amidőn a porszemet szerves kapcsolatba hozzák a mindenséggel, amidőn az atomot beleillesztik a magasabb rendű lények életébe, amelyekhez csak azáltal emelkedhetik fel, hogy törvényeiknek aláveti magát, tényleg szabadabb, igazibb, magasabb rendű élet sorompóit nyitják meg a véges ember előtt. Mert hiszen az egyén csak az emelheti fel, ha magasabb céloknak rendeli alá magát. Csak az teheti valóban szabaddá, ha a hivatásának szolgálatába szegődik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves zuglóiak, bár szívesen dicsekedhetnék vele, hogy az idézet sajátom, de más tollával nem szokásom ékeskedni, így természetesen elmondom a forrását. Tisza István Szabad Gondolkodás című írásából idéztem, 1911-ben a Magyar Figyelőben jelent meg 101 éve. És mintha ma írta volna a néhai miniszterelnök. Ő valóban felemelkedett, mert magasabb céloknak rendelt alá az életét, és valóban szabad volt, hiszen halála pillanatáig hivatásának szolgálatába szegődött. Különös fintora a sorsnak, hogy a gyilkos golyó a mélyen hívő reformátust a reformáció világnapján, október 31-én érte. De mire is számíthatott az, aki ellen már az ország házában is sikertelen merényletet kíséreltek meg? Mire is számíthatott az a politikus, aki népdalokban megénekelt, hellyel közzel kigúnyolt tiszapista éppen úgy volt, mint a Betlehem István előtti utolsó nagyformátumú politikus? Ő volt az az ember, akit mindenhonnan támadta. Mennyire ismeretes számunkra. De éppen következetessége, ereje, küldetéstudata és hatalmas felelősségtudata volt az, amely kiemelte a korpolitikusai közül. Ellentmondásos megítélésére csak néhány példa. Tisza István modern gazdaságot akart, de maradisággal vádolták. Milyen hívő református volt, de a kor szellemét meghaladó ökumenikus szemlélete miatt támadások érték. Utolsó pillanatig ellenezte Magyarország hadba lépését, bár nem értett egyet, mégis kénytelen volt az első világháborúba vezetni az országot. Nem bújt el, nem tért ki a felelősség alól, ha kellett, a fronton szolgálta hazáját. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves zuglója! 67 évet vártunk erre az alkalomra, hogy ismét egész alakos köztérű szobra álljon Gróf Tisza Istvánnak Budapesten. Itt
az Uglói Tököli út és Róna utca kereszteződésében, nem messze utolsó otthonától, ahol 1918. október 31-én a merénylők aljas módon meggyilkolták a kétszeres miniszterelnököt, a volt házelnököt. 151 éve a mai napon született a történelmi Magyarország utolsó másfél évtizedének legnagyobb államférfiúja, Tisza István. Az uglói önkormányzat jóvoltából az eredetihez nagyon hasonlító, bár annál kisebb méretű bronzszobrot Harmat István bajai művész alkotását Zuglóban állítjuk fel. Ezúton is köszönjük a munkáját. Miért fontos ez nekünk? Tehetjük fel önmagunknak és barátainknak is a kérdést, különösen manapság, amikor a szobrok ismét önálló életre kelnek, például a Kossuth Lajos téri térrendezés kapcsán. Vajon kellően elég indok-e az, hogy Zuglóban lakott, ahogy Gratz Gusztáv, konzervatív liberális politikus és történetíró írta róla, az 1867 óta egyik legellentmondásosabb magyar államférfi, akit az egyik oldalon annyira imádtak, a másik oldalon annyira gyűlöltek. Illetőleg az élete végét jelentő golyó is így kerületünkben érte. Azt gondolom, hogy ez emléktáblának elég, de szobornak talán kevés. Mi azért vagyunk büszkék a szoborra, a reményeink szerint most már rendíthetetlenül itt álló mementóra, mert Tisza István szellemi öröksége, hazaszeretete, szinte megfejthetetlen szolgálatkészsége mind-mind példaként állítható a felnövekvő, és ne szégyeljük, feltörekvő nemzedékek előtt. Tisza István életútja jelkép az uglóiak számára. Ezért nem volt egy percig sem kérdéses, hogy befogadjuk és mi állítjuk fel ezt a szobrot. Mert Tisza István annak a számunkra követendő értékrendnek a megtestesítője, amely ellen Károly Mihály szobráért aggódó küzdenek leginkább. S lám, a történelem ismétli önmagát. Hiszen a Tisza életét kioltó gyilkos golyót a Károlyi féle őszi rózsás forradalom óráiban lőtte ki az orgyilkos merénylő, mint egy jelt adva a Károlyi féle álmokfutásnak, amely eltüntette a jogrend és a parlamentális rendszer minden maradványát. És sajnos egyoldalú fegyverletétellel kiszolgáltatta az országot és a népet a rátámadó területrabló szomszédoknak. Ezért valljuk, hogy hazáját kemény kézzel vezető miniszterelnökként és katonaként is hősiesen védő államférfi Tisza István neve összeforrt a nemzet ügyével, az ő bukása a nemzet bukását jelentette. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zuglóiak! Mai ünnepünk kétszeres. Nem csak Tisza István szobrának állítását, hanem a szobrot körülülő park tér átadását is most ünnepeljük. Örömmel közlöm, hogy április 19-én megtartott képviselőtestületi ülésen határozatban úgy döntöttünk, hogy Zugló önkormányzata kérelmezi a fővárostól a kereszteződésünknek, ennek a térnek a Tisza István térre történő átnevezését. Ezúton köszönöm a kialakításban közreműködő résztvevőnek, így a teret kivitelező Deep Forest Kft.-nek, Szili Adriánnak, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési divízió vezetőjének és munkatársainak, Molnár Csabának, a hatósági osztályuk vezetőjének a fáradhatatlan munkát, hogy ilyen rövid idő alatt hozták létre ezt a teret. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zuglóiak! Végezetül a Tisza István szobor felállításáért szeretném köszönetemet kifejezni elsősorban Maruzsa Zoltánnak, a Tisza István baráti társaság elnökének fáradhatatlan munkájáért, valamint az egyesület összes tagjának, másodszorban pedig a Tisza István Szoborállító Bizottság tagjainak, Tőkécki professzor úrnak, történész úrnak, Szoborbizottság elnökének, Tőkécki Lászlónak, Balogh Zoltán államtitkár úrnak, Rétvári Bence államtitkár úrnak, Pálinkás József professzor úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Tarlós Istvánnak, Budapest főpolgármesterének, Csomós Miklósnak, Budapest főpolgármester helyettesének, Batai Bélának, aki a Tisza családot képviselte, Janics Bélának, Nagykovácsi Gróf Tisza István nemzeti kör elnökének, a már többször említett Maruzsa Zoltánnak újólag, és egy olyan nagyszerű magyarnak, aki sajnos ma már nem ünnepelhet
itt velünk Makovec Imre építésznek. Természetesen hiába a jó szándék és a jó nevekből álló grémium, a bizottság, ha nincs ki, elkészítse a művet, ezért szeretném külön még egyszer megköszönni a szobor készítőjének, Harmat István szobrászművésznek az alkotását. És engedjék meg, hogy akik segítséget nyújtottak ebben, hogy ez itt létrejöjjön, Kolarik Tamásnak, Gyügyei Liliának, Borbély Ádámnak, a Fidelitás Zuglói Szervezetének, valamint a Zuglói Képviselőtestület minden tagjának megköszönjem a támogatásokat, hiszen egyhangú határozattal tudtuk elfogadni a mai napi esemény, a szoborállítást, illetőleg az átnevezését ennek a közterületnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedvek zuglóiak, nem szaporítanám tovább a szót, mert nem sokára lelepleződik egy egész alak, aki némaságával is sokkal beszédesebb lesz bármelyikünknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amikor előadásában Sári László, Ömázs a Tisza István című kantátáját. Yeah.